pótfülű gyereknek születtem. Ez hamar megváltozott, általános iskolában már zenei tagzatra mentem, ráadásul maximális pontszámmal. Ennek az egyik oka egy szokásunk volt a családban, miszerint ha valahol messzire mentünk, apám, anyám és a nővérem együtt énekeltünk az autóban. A szüleim azt szerették volna, hogyha zongorázok. Ez egyszerű lett volna, mert volt otthon egy pianinunk. Viszont én már akkor sem voltam egyszerű eset. Volt az iskolában egy öreg zongoratanárnő, akinél a tantestület nagy nehezen kísért nekem egy plusz óraszámot. Be is mentem az első órára, megkérdezte tőlem, hogy te vagy az az aranyos kisfiú, aki zongorázni szeretne? Én mondtam, hogy az aranyos kisfiú stimmel, de én trombitálni szeretnék. Drága pálma néni, Isten nyugtassa, lekocogott a tanáriba és közölte, hogy ezt a karakán gyereket nem szabad megtörni. Így lettem rezes. A családnak ebből elég sok zaj, elég kevés zene és viszonylag kevés csend jutott. Aztán, ahogy minden, amiben energiát teszünk rendszeresen, ez is javulást hozott, és bár a csend nem lett több otthon, de a zaj-zene arány azért javult valamit. Előnye is van, ha az ember egy Isten háta mögötti helyen nő fel. A nagy szájuk miatt száműzött zsenik ilyen helyeken szoktak csodákat tenni. Nekünk egy Bárány Béla nevű jutott. Az ő segítségével tapasztaltam meg először, hogy milyen érzés egy nagy rendezvényen sikert elérni. Kis csapatunk, a Fortissimo Brass aranyminősítést szerzett egy belgiumi ifjúsági kamarazenei fesztiválon, és ez akkor is nagy dolog volt, ha csak akárhanyadik trombitás voltam. Aztán jött a kamaszkor és a gitár. Egy nyári haver hangszerén lettek meg az első akkordok, aztán gyorsan elbirtokoltam a tesón bolgár kremónáját, és nem volt megállás a lejtőn. Hamar rájöttem, hogy a kellő energia befektetésével bármit meg tudok tanulni, és ez nagyon nagy áldás egy magamfajta exhibicionistának. Még ma is csodálatos érzés, amikor a baráti kör az én akkordjaimra énekel együtt. Olyan módja ez az adásnak, amitől az embernek nem kevesebbje marad, hanem többje lesz. Ez az együtt lenni, adni, tapasztalni igényhez már csak egy kis toppolás kell, meg haverok az ország minden részén, és kész is van az utcazenész. Még nem voltam 16, amikor hetekre leléptem otthonról nyáron egy szálgitárral, meg egy hátizsákkal, és körbecsavarogtam az országot, tulajdonképpen magamat tartva el. Az utcazenében az a szép, hogy az emberfia kiáll az utcára, leteszi a tokot, elkezd játszani, és ezzel egy olyan helyzetet teremt maga körül, ami rengeteg érdekes energiát szabadít fel. Ott állok egyedül, nem is ismernek. Alapból jobb esetben semleges vagyok, rosszabb esetben lehetnek velem szemben komoly előítéletek is. A semmiből kell varázslatot, az emberekkel kapcsolatot teremtenem. Zajjal, zenével, meg csenddel. A járókelő, amikor elindult otthonról, még nem sejtette, hogy bele fog futni egy véletlenszerű slágerbe, ami ha a megfelelő állapotban találja, nagyon fel tudja dobni. Van, aki megáll, topogja a ritmust, énekli a szöveget, és bár az óráját nézi, azért még megvárja a következő dalt. Akinek nem tetszik, az simán tovább megy. De akik maradnak, azok kapnak valamit. Egy érzést, egy gondolatot, egy hangulatot, valami pluszt. És az utcazenész is kap. Nem is sejtenénk, hogy mi mindent. Hogyha most csinálnék itt egy gyors közvéleménykutatást, nyilván mindenki rávágná, hogy pénzt. De az utcazenében a pénz valahogy természetes és a legkevésbé érdekes. Nyilván kerül a tokba egy-egy sör is, de én kaptam villamosjegyet, májkrém konzervet, piros frottírzoknit, hasist, pizza felajánlást, vagy ami mindig a legjobb volt, telefonszámokat. Az utcazenén kívül énekeltem kórusban is, és hát persze jöttek a saját zenekarok. Ilyen-olyan zajolás, zenélés, kevés csend. A stílus nehéz lenne behatárolni, ha nagyon akartuk, akkor fúziós folkroknak hívtuk, de azt hiszem, hogy a csodobogár zene a legszabatosabb.
az első saját zenekar megalapítása azzal a határozott tudattal történik, hogy már csak néhány próbára vagyunk attól, hogy megmutassuk a világnak, mekkora zseniális zenét játszunk, és megadjuk a lehetőséget a világhírnek, hogy szárnyakat növesszen nekünk. Aztán persze jön a csalódás, hogy nem nőnek azok a szárnyak. Csak nemrég jött szembe, és esett nagyon jól a zseniális dalszövegíró Horváth Attila egyik mondása, miszerint a legtöbb zenészből soha nem lesz sztár, őket az vigasztalhatja, hogy a legtöbb sztárból soha nem lesz zenész. 25 év zenei és élettapasztalat múlva persze, már jól tudom, hogy avval, amit és ahogy csináltunk, semmi lehetőségünk nem volt a hazai piacon kifizetődő zenét létrehozni. Mégis, ha újra kezdhetném, mindent ugyanúgy csinálnék. Nem kötöttünk kompromisszumokat az anyagi siker érdekében, és ez emberileg és szakmailag meghálálta magát. Nem is a szakmai elismerések érnek a legtöbbet számomra abból az időszakból, hanem olyan emberek barátsága, akiket korábban a példaképeimnek tekintettem. A saját zenekarok után még néhány év blues zenekarokban való gitározás következett. Már a 25 aktív év után elmondhatom, hogy az életemben viszonylagos csend állt be. Ez a csend persze nálam azt jelenti, hogy van azért egy zenés irodalmi estem, bocsánat, egy duóm a feleségemmel, és az otthoni pianinón való pötyögés a fiaim segítségével. És hogy miért hordtam itt ennyi mindent össze zajról, zenéről, meg csendről? Azért, mert azt gondolom, hogy az életünkben túl sok zaj, túl kevés csend, és pontosan ezért túl kevés valóban odavaló zene van. Pedig nagyon fontos lenne, hogy a saját igényeink szerint hallgassunk zenét. Meggyőződésem, hogy a zene, amit hallgatunk, formál minket, ráadásul mélyen legbelül. Túlzott uniformizáltságunkat az is okozza, hogy nehezen tudatosítjuk és így szűrjük ki a ránk zúduló, messze túl sok kéretlen kulturális hatást, így zenét is. Ha jöhetek ezzel az érettségi vizsgás fordulattal, már az ókori görögök is azt mondták, hogy a zene a legegyenesebb út az ember lelkéhez. Nos, szerintem ez színigaz. Ráadásul megtoldanám azzal, hogy ahogy a testünk táplálására igaz az, amit eszel, azzá leszel szabály, úgy a zene, amit hallgatunk, építi a lelkünket. Tudjuk, hogy minden ember teste azokból az anyagokból épül fel, amiket addig élete során táplálékként vagy máshogy magához vett. Szerintem ez igaz a lelkünkre is. Például én, aki itt okoskodok, nem csak az anyám húslevese vagyok, hanem az a Simon és Garfunkel lemez is, amit apám gyakran feltett a vasárnap délutáni ejtőzéshez, és a mai napig emlékszem, hogy az egyik dal elején hol ugrott rajta a tű. Amikor 20 évvel később az amsterdami bolhapiacon megvettem magamnak, egy kicsit furcsa is volt, hogy nem ugrik. A zene azért kiemelten fontos a minket érő kulturális hatások közül, mert a lelkünk mélyén hat, és bárhol magunkhoz tudjuk venni, sokszor anélkül, hogy észrevennénk. Nekem van egy olyan szokásom karácsonykor az utóbbi években, hogy megpróbálok annyira keveset enni, hogy megéhezzek a következő étkezésig, mert így jobban élvezem az ételeket. És hát lássuk be azért, hogy egy családi látogatásokkal súlyosbított ünnepen ez egyáltalán nem könnyű. Meggyőződésem, hogy úgy vagyunk a zenével mostanában, a zenehallgatással mostanában, mint én voltam korábban az evéssel karácsonykor. Háttérzajnak használunk olyan csatornákat, ahonnan nem a saját igényeink, hanem a mások érdekei alapján válogatott, sokszor ismételt darabokból álló zene ömlik ránk. Közhely, hogy az élelmiszeripar szereplői minél nagyobbak, annál jobban igyekeznek, minél alacsonyabb beltartalmi értékkel bíró ételeket ránk erőltetni, lehetőleg minél magasabb áron. Nos, ez a zeneiparban is pontosan ugyanígy van. Ha elkezdünk bármilyen ingyenes platformon zenét hallgatni, rövid úton azt tapasztaljuk, hogy nagy kiadók által birtokolt előadók szerzeményei ömlenek ránk nagy mennyiségben, minél populárisabb az adott platform, annál silányabb minőségben. Ebben a... Ez, bocsánat...
ez az evésre lefordítva olyan, mint hogyha úgy töltenénk a napjainkat, hogy egyáltalán nem lennének benne nagy étkezések, hanem egész nap csak nassolnánk valamit, és cukros üdítővel öblítenénk le. Hagyok időt, mindenki képzelje el a testét egy év múlva, hogy hogy fog kinézni, ha ezt műveli vele. Ebben a zajban a lelkünknek egyszerűen nincs ideje megéhezni és megkívánni olyan zenéket, amikre valóban szüksége van, olyanok helyett, amiket ráerőltetünk. Javaslom, hogy tegyünk egy próbát. Hunyjuk be a szemünket, próbáljunk meg néhány pillanatig csendben lenni, és kizárni minden külső zajt. Adjuk meg a lehetőséget a lelkünknek, hogy megéhezzen, és megkívánjon valami olyan zenét, amire valóban szüksége van. Ezt egyébként otthon is érdemes néha megismételni. Ha szembe jön valami, akkor érdemes azt és csak azt meghallgatni. Mivel a saját életemből hoztam fel egy lemezt példaként, következzen most egy dal erről a lemezről, amit én személy szerint nagyon szeretek. Ez a csend, zaj, zene viszonyt egy kicsit más szemszögből nézi, és nagyon-nagyon remélem, hogy nem én vagyok a teremben az egyetlen, aki ezt gyakran meg szokta hallgatni. My old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, near the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and drum. My eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one there disturbed the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops fell, and echoed in the wells. The words of the prophets are in my